Köszöntöm a kedves nézőket, a mai adásban folytatjuk a kalandozásunkat, úgymond a környéken. A mai úti célunk, az első úti célunk Nyársapát lesz, Kis Miklós, a település polgármester a vendégünk. Szervusz polgármester úr, köszöntelek! Szervusz, üdvözöllek és üdvözlöm a kedves tévénézőket! 2016-2017, erről szoktunk beszélgetni a környékbeli polgármesterekkel, hogyan sikerült 2016, hogyan valósultak meg az álmok, és mit terveztek 2017-re. Nagyon sok közös pont van nyilván itt a környékbeli településeknél, infrastruktúrában, stb., de nyilván megvannak a megfelelő speciális nyársapáti vágyak, álmok. Ezekből mi teljesült 2016-ban? Hát igen, vágyak vannak, meg álmok is vannak, mert mindig polgármesterek mi szeretünk úgy álmodozni, szeretni mindent megvalósítani, és főleg egyszerre szeretnénk megvalósítani. Hát ez nem mindig megy sajnos, de most is megvannak az álmaink, vágyaink, és hát az elmúlt évről talán annyit, hogy túl sok minden nem tudtunk megvalósítani, őszinte legyek, mert most azt hiszem minden polgármester azon van, hogy a pályázatok, várunk a pályázatokra, és nyilván azok megvannak, miket szeretnénk megvalósítani. Természetesen amik meg az elmúlt időszakban is azért nincs panasz rólunk, mert most mondhatom azt nem dicsekvésképpen, de az összes belterületi útunk le van aszfaltozva, sőt az idei évben, vagy tavalyi évben, négy utcát ilyen iszapaszfalt réteggel is már bevontunk, mert már a régi utaink, és úgy mondjam, lekopik az a réteg, olyan kopor réteget raktunk rá, akkor az Ugyeri út, meg a belterület részen is, ahol voltak ilyen kátyúzások, az is azért a saját önerőből oldottuk meg, az is közel 2 millió forintos összeggel. Tehát úgy próbáljuk építeni, szépíteni a településünket. Nyilvánvaló, hogy amit említetted, hogy mi a vágyaink, hát azok vannak, és nyilván pályáztunk is nagyon sok-sok mindenre. Igen. Hát ugye a kerékpárút Cegléd és Nagykőrös között már egy régi álom, ez is még lebeg, még nem tudni pontosan, hogy mikor tud befordulni a célegyenesbe, de hát ez nyilván érintene titeket is, és hát még lehet, hogy ezt meg is lehetne fejelni egy picit. Hát ez igen, régi álmunk, vágyunk, mert már háromszor terveztettük újra ezt a kerékpárutat, és hát nagyon boldogok lennénk akkor, hogyha ez a Nagykőrös és Szegléd között ez a kerékpárút megépülne, mert azért tudni kell azért azt, hogy Nyársapát annak azért a tanyavilága nagy. Tehát igen, rengetegen kerékpároznak, hát a lakosainknak a fele az még tanyán él, tehát fele a beltöleten, fele a tanyán is, ez több mint 1000 emberről van szó, és persze nyilván Nagykőrösi határban is ugyanez van, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szükség lenne erre a kerékpárútra, amit mi szerettünk volna egy körforgalommal Nyárspárton még megspékelni, hát hogy mi lesz belőle a tervezés szintén, majd figyelembe fogják-e venni, ezt nem tudom, de remélem, hogy ez hamarosan elkészül. Igen, hát az a kereszteződés ugye az egy kritikus pontja a 441-esnek, úgyhogy ott is biztos, hogy valamit lépni kell majd. Ha már utaknál tartunk, ugye külterületi utak is vannak nagyon sok, hiszen kiterjedt anyavilág veszi körül Nyársapátot. Ezzel hogy haladtatok, vagy milyen elképzelések vannak? Hát az elképzelések megvannak, tervek készen vannak, pályázat be van adva, gyakorlatilag a Nyárspád dűlő, Öreg dűlő, a Kertész dűlő, meg a Fasor dűlő, az a három, összesen négy dűlő útunk lenne, ilyen makadám úttal szeretnénk megvalósítani, egy 100 millió forintos összeghatárral, erőgépet szeretnénk, ami az utak karbantartására nagyon nagy szükségünk van, a Grédert annak én nyertünk pályázaton, most egy erőgépet, egy MTZ-t szeretnénk hozzá vásárolni, mert eddig megmondom, a saját erőgépeimmel, vagy erőgépeinkkel tartottuk arra a dűlőutakat, és azért jó lenne az, mert rögtön az volt, hogy ugyanígy mennyi pénzt veszek föl ezért, azért az utak karbantartásáért, tudtam, hogy mindenki tudta, képviselők is, hogy a gázolaj áráért tettem rendbe ezeket a dűlőutakat, de hát ez mindig nem fog menni, mert nem akarom kitenni magamat az ilyen dolgoknak, de a lényeg az, hogy ez a makadám út megépülne, de ez is több mint 100 hát a lakos csatlakozni erre az utakra, a dűlőutakra, és nem beszélve arról, hogy több
a vállalkozó is, és őstermelő is, ami a pályázatnak kritériumja volt, és gyakorlatilag én azt hiszem, hogy legalábbis úgy érzem, hogy nyerni kellene, mert tényleg nagyon sok lakos csatlakozik rá a tanyavilágba. Nyilván nincs túl sok idő, még azért van néhány év, de ugye a következő uniós költségvetési ciklusban már legalábbis úgy hírlik, hogy nagyon alacsonyabbak lesznek majd ezek az értékek, amiket el lehet nyerni pályázatokon keresztül az uniótól. Nyilván azért jó az, hogy a kormányzat gondolt Pest megyére is, hát abból a pénzből is lehet, de a pályázatok elbírálása szokott kicsit lassú lenni, és nyilván főleg egy olyan ember számára, egy polgármester számára, aki szeretne mindent gyorsan azonnal megoldani, ez nem egy jó hír. Hát nem, mert azért azt hiszem, hogy kedves nézők is, valaki tudja meg, ezért te nagyon tisztában vagy vele, hogy a fiam ott van a bizonyos helyen, és mindig mondom neki, fiam, mondja, nagyon szép ez, hogy behattuk a pályázatot, de mikor lesz ebben megvalósítás, mikor lesz ebben már valami. Mondom, minden polgármester, ez én is türelmetlen vagyok, mert szeretnénk minél hamarabb megvalósítani a dolgainkat. Hát most akkor sorolnának egy-két tételt, ha megengedett. Igen, vagy legtürelmetlenebb mondjuk, igen. Igen, igen, és tehát sorolnám egy pár tételt, olyan az egészségház, az egészségcentrum, úgymond az orvosrendelő, fogorvosrendelő, ezek nagyon, nagyon régi, több mint 100 éves épületek. Mm. Épület, és ezt szeretnénk egy újat, az ugyerült sarkán megvannak a tervek, látványterv, pályázat, beadtuk, tehát minden költségvetés, minden meg, már is közel 100 millió forintos összeghatára lenne, mert nagyon szeretném, mert a régi épületet egyszerűen nem szabad rákötni, egy dohos, vízes, nagyon lepusztult épület. Ez az, amit még nagyon-nagyon meg kell Nyáspáton csinálni, és amit említettem, az óvoda tető szerkezete, ami nagyon, ez a kettő dolog, amit úgy érzem, hogy nagyon szeretnénk, mint kerékpárutat, tehát sorolhatnám én itt ezeket a dolgokat, de igazából ez az év, meg a jövő évben ezek a dolgok eldőlnek, és meg is valósulnak, ha Jóisten úgy segít bennünket. Ha jó lenne valóban még tényleg ebben az uniós költségvetési ciklusban ezeket elrendezni. És hát azért folyik az élet szépen közben, és hát panaszkodtál, és idézőjelben panaszkodtál, ugye, hogy nagyon nehéz közmunkásokat toborozni, mert gyakorlatilag zéró a munkanélküliség a településen, Nyárcsapáton? Hát igen, elmondhatjuk, hál' Istennek azt, hogy nincs munkanélküli a faluba. Hát aki nem akar dolgozni, az munkanélküli, tehát azért van egy ilyen réteg is, de hál' Istennek kevés. Én azt tudom mondani, hogy a nyárcsapáti emberek szolgalmas emberek laknak, és valóban úgy van, hogy alig tudunk egy 10 közmunkást összeszedni a faluba, és hát másik településeket halva, itt a környékben településeket, hogy 100-105 meg akárhány közmunkás van a településen, hát nálunk ilyen probléma nincsen. Annál is inkább, mert például Jászberénytől kezdve jönnek a buszok a faluba, reggel hozzák, este viszik az embereket, közel van a Mercedes gyár, stb. Kecskemétre, nagyon sokan járnak. Hát a Nyáspártnak azért az a szerencséje, mint amit sokszor említettem, hogy tehát jó helyen, igen, van a település. Tehát én szoktam mondani, az ország közepe, világ közepe, de valójában úgy van, hogy itt a Kecskemét, Nagykőröd, Szegléd, Budapesten 40 perc alatt fönt vagyunk, tehát nem távolság is. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból is nagyon sokat jelent a településnek, hogy megközelíthető a település könnyen. Hát például szeretnénk egy kis ipari parkot is létesíteni a településen, ez is be van adva szintén pályázatra, de nem tudom majd, hogy a vállalkozók már ugyan jelentkeztek erre a parkba, hogy jönnének, de attól félek, mindig arra gondolok, hogy tudjuk ezt föltölteni munkaerővel. Tehát azt hiszem, nem csak Nyáspáton, legalábbis ezt mi érezzük, de az országos szinten is szintén érezni lehet ezt a munkanélküliséget. Például én, mint hogy szoktam mondani magamra, hogy mint paraszt polgármester, vagy fordítva teljesen mindegy, tehát én nekem is, mint a vállalkozónak, akkor úgy mondanám, nagyon nehezen tudok embereket a gyümölcsösben, stb. Nagyon nehéz idénymunkára is embereket szerezni a faluba, egyszerűen lehetetlen. És sajnos, megmondom, Erdélyből meg hasonló, hozunk embereket, mert nincs. Nem csak én, hanem az egész környékbeli. Mert mindenkinek van munkahelye. Igen. Fél percünk van körülbelül.
Már gyorsan elszaladt az idő. Igen, elszaladt az idő nagyon, de azért nem menjünk el amellett, hogy nyakunkon a nyár, mindjárt itt a nyár, és ha nyár és nyársapát, akkor Lecsó Fesztivál lesz. Lesz, Lecsó Fesztivál lesz. Remélem nem úgy lesz, mint tavaly, hogy végig szakadt az eső, de attól függetlenül, hogy szakadt az eső, azt hiszem mindenki jó érezte magát, jó volt a hangulat, és remélem az idejében is jó lesz a hangulat, és nagy szeretettel és tisztelettel várom a kedves tévénézőket, meg környékbelieket, persze az ország minden részéről, sőt külföldről is szoktak jönni, Szlovákiából, testvértelepülésünkről, meg Erdélyből is, úgyhogy remélem Krasznavorka váráról például a testvértelepülésünk, ők is jönnek, akkor Csíkszentlélektől, Erdélyből, úgyhogy meg nagyon sokan, tehát tavaly is 51 nány csapat nevezett, úgyhogy jó nem hangulat az garantált mindenképpen, de természetesen ott lesz majd a televízió kamerája is, úgyhogy aki nem tud elmenni, majd annak beszámolunk annak idején. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljöttél, jó munkát kívánunk ott nektek, az egész csapatnak Nyársapáton. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.